Az NB1 A csoportban még csak szerdán játszották le a negyeddöntők első meccseit, a nyíregyháziak számára azonban már április 30-án véget ért a bajnokság. Ebben az esetben ennek mindenki örült, mivel ez azt jelentette, hogy a kék cápák osztályozó nélkül bennmaradtak az élvonalban, ahonnan végül a Pécs esett ki. Mohácsi Máté tavaly a klub vezetése mellett még játékosként is kivette a részét a feljutásból, ebben a szezonban viszont már a kispad mellett szorított a csapat sikeréért. Idegtépő volt, ez biztos, sokkal több felelősséggel természetesen és komoly döntésekkel jár, sokkal inkább, mint talán játékosnak lenni. Ugye már tavaly belekóstoltam ebbe kettő szerepkörben, de idén tényleg csupán erre kellett koncentrálnom. Nem volt egyszerű, hiszen már az elején olyan kényszerhelyzetbe kerültünk a Tóth Gergő kiválásával, hogy szinte azonnal változtatni kellett a stratégiánkon, és ötödik légiós szerződtetni. Azt gondolom, hogyha összképet nézem, bármennyire is hullámvölgyekkel és hegyekkel tarkított szezon volt, nagyon-nagyon büszke vagyok arra a teljesítményen, amit elért a csapat, hiszen cson nélkül bennmaradtunk. Az összes olyan célt teljesítettük, amit év elején kitűztünk, illetve talán még azt mondom, hogy túl is teljesítettük, hiszen a play-outot sikerült elkerülnünk, illetve a kupában is bejutottunk a legjobb 8 közé. A biztos bennmaradáshoz az is hozzájárult, hogy már a szezon elején sikerült megtalálni azokat a légiósokat, akik végig kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Már az elején azt tűztük ki célul, hogy ugye a 4 légióssal kezdjük a szezont, az élet átírta és hozni kell kellett az ötödiket, viszont mindig az anyagiakat és a büdzsét kell ilyenkor először nézni. Én arra kértem Ákost, illetve a szakmai stábot, hogy olyan keretet rakjon össze, amivel a legkevesebb esély van arra, hogy cserélni kelljen. Persze sérülések, betegségek mindig közbeszólhatnak, de én úgy érzem, hogy az az egy stratégiai döntéssel, hogy center pozícióba változtattunk, és inkább egy robosztusabb, nagyobb darab centert hoztunk, aki komoly csapat teljesítményt is, javulást is eredményezett. Azzal tudtunk egy olyat húzni, hogy a bennmaradásunk sima lett. Úgyhogy igen, nyilván addig nyújtózkodj, míg a takaród ér, ezt az elvet követtük, és szakmailag is nagyon jól jöttünk ki belőle. A sportág egyik hazai sajátossága, hogy a keretek jelentősen átalakulnak a következő szezonra. Már a cápáknál is dolgoznak azon, hogy ősszel is erős csapat fusson ki a pályára. A légiósaink összességében jó teljesítményt nyújtottak, közülük kettőnek ajánlottunk szerződést név nélkül. Azt tudni kell, hogy ebben a helyzetben biztosan nagyon nehéz lesz bárkit is megtartani közülük, hiszen olyan számokat, teljesítményt raktak le az asztalra, ami még most jelen pillanatban biztosan nagyon magasra emeli az árukat. Én bízom benne, hogy sikerül itt tartani közülük legalább kettőt, ha nem, akkor nyilván újak után kell néznünk, hasonló kondíciókkal és hasonló felfogásban, én úgy gondolom. A szakmai stábbal folytatjuk a munkát, az szinte biztos, illetve a magyar játékosok között van olyan, aki már ugye biztosan távozik Bús Iván személyében, aki a felsőbb ligával az A-osztályjal fölhagy. Vele nagyon jó kapcsolatunk volt, és megértettük a döntését. Illetve Bazsó Brunónak, Mokanszki Máténak pedig már élő szerződése van jövőre, Kis Benedekkel pedig előre haladott tárgyalásokat folytatunk, hiszen ő kölcsönbe érkezett hozzánk, az ő maradására is jó esélyek vannak. A nyíregyházi kosarasok a héten befejezték az edzéseket, a csapat július 2. felében kezdi el a felkészülést a következő szezonra.